Sziasztok! Ez újfent a Bits and Pieces, negyedjére a héten. Remélem, hogy még kitartotok és bírjátok a hétvégéig. Ez az utolsó előtti videó, ami csütörtök lévén újfent egy idióma videó. Lássuk is, hogy mit tanulunk meg ma. A közmondásunk a következő lenne: Birds of a feather flock together. Még rímel is, a szó szerinti jelentése pedig, hogy az ugyanolyan tollú madarak egy rajba verődnek, vagy egy rajban repülnek. Már is sejthetitek, hogy mi a magyar megfelelője ennek. Madarat tolláról, embert barátjáról. Vagy ugye nekünk van több hasonló jellegű közmondásunk is, például suba-subához, guba-gubához. Ezen kívül megtalálja a zsák a foltját. A példán pedig lehetne valami ilyesmi. Many people think that Harry has changed a lot since he married Meghan Markle. But, you know, I'm not so sure. Maybe he has always been like that. And it's just a classic case of birds of a feather flock together. Maybe Meghan just encouraged him to be his true self. Who knows? Ennyi lett volna mára. Örülök, hogy még mindig velem tartottatok a hét negyedik napján. Holnap ne felejtsetek el visszajönni, akkor egy általános műveltséggel kapcsolatos villámkérdést fogok feltenni, természetesen angolul, 3 válasz lehetőség lesz, és abból kíváncsi vagyok, hogy hányan találjátok el a megfelelőt. See you on Friday! Bye-bye!